Ebben az órában a holnapi macskák világnapját köszöntjük megszállott fanatikus macskarajongókkal, mint amilyen egyébként én magam is vagyok, de nálamnál is sokkal kitartóbb és sokkal szorgosabb Cserna Ildikó Liszt Ferenc díjas operaénekesnő művésztanár. Szép délelőttet, szervusz Ildi, üdvözöllek! Szervusz, és üdvözlöm nagyon nagy szeretettel a rádió hallgatókat, és külön azokat, akik ugyanilyen macskarajongók, mint amilyenek mi vagyunk. Ugye, és akik keresik a hétvége óta a macskájukat, nem tudom, hogy megvan-e a te Cilukád és Dollid, vagy pedig itt a hétvégi éjszakai égszakadás, földindulás közepette még mindig keresed őket. Nem, hála Istennek, ez nagyon érdekes, amit most mondani fogok, mert nem féltek, és pont itthon is voltunk, mert egy nyaralásból érkeztünk haza előző nap, hála Istennek nagyon jól jött ki, hogy itthon is voltunk velük, együtt éltük át ezt az óriási vihart, de ők nem voltak ilyen elbújós, félős cicák. Szerintem ez valahol azon is múlik, hogy milyen a macska idegrendszere. Úgyhogy nekik nagyon-nagyon jó természetük van, nagyon szeretnek együtt lenni, nagyon összeszoktak, nagyon összetartóak, és valahogy, amikor egyedül volt csak az egyik, jobban félt. Tehát ahogy 5 éves korában csatlakozott hozzá a másik cica Dolly, azóta nyugodtabb, és úgy együtt sokkal könnyebben vészelik át ezeket az ilyen viszontagságokat. Ők mentett cicák, találtad őket? Igen, tulajdonképpen az egész életemre jellemző, hogy mindegyik állatunk, tehát nekünk nem csak macskánk volt, sőt kifejezetten azt azért el kell, hogy mondjam, hogy úgy felnőtt koromra lettek saját cicáim, mert nekünk mindig is kutyáink voltak, illetve egyéb kis házi kedvencek, tengeri malac, nyúl, kis csirkék is voltak. Volt, hogy egyszerre? Így van, ez az egész családunkra jellemző, hogy mi mindig is istápoltuk az elhagyatott állatokat, és olyan is előfordult, hogy anyukámmal mentünk például a klinikára, valami volt az egyik kutyával, és 3 papagájjal jöttünk haza, szóval, mert azokat éppen el akarták altatni, vagy én nem tudom, jobb, ha nem tudjuk, minden esetre ezt mi nem hagyhattuk, tehát mi rendszeresen vittünk haza is kutyákat, aztán hál' Istennek ezeknek a gazdái meglettek, volt amelyiknek nem, azok ott maradtak velünk, ugyanígy volt macskákkal, Városmajori Gimnáziumból jöttem haza, ugye oszlopos alapító tag is vagyok valamilyen szinten ugye ebben a gimnáziumban, meg a híres Angelika kórusban, és ott is a park körül állandóan kolbászoltak ezek a kis állatkák, és volt, hogy egy dobozban például busszal és villamossal mentem a Városmajorból haza a 2. kerületi házunkba, 2 cicával. Tehát egyébként otthon ez egy teljesen megszokott dolog volt, hogy a kicsi Ildike időszakosan hazaállít egy angol szetterre, vagy egy ilyen kis keverékkel, vagy 2 kis cicával. Abból a 2-ből egyébként az egyik meg is maradt, és ott maradt a nagymamáméknál, elég sokáig élt. Ez nálunk mindig is így volt, hogy egy óriási állatkertben éltünk. Sőt, itt a rádiónknak az utcájában, a Benzor utcában is gyakran láttak téged kislánykorodban mindenfajta mentett állat a fura szituációkkal. Nem tudom, hogy itt esette meg, amikor te babakocsival sétáltattál egy ilyen kis cicát. Igen, ez nagyon aranyos sztori. Az a babakocsis, az nem a Benzor utcához kötődik, de a Benzor utcához az a sztori kötődik, hogy én nem tudtam, hogy a macskák dorombolnak. És én a Benzor utcai óvodába jártam, és anyukám mindig jött értem, és mentünk haza, és ott volt közelben az egyik követségnek a parkjában, mindig ott volt egy nagyon-nagyon szép nagy cica, én meg mindig oda mentem simogatni, és azt hittem, hogy éhes. És mondtam anyukámnak, hogy vigyünk neki minden nap ételt, mert korog a gyomra, és mondta anyukám, hogy de hát Ildikó, ez nem éhes, ez az állat, hát ez dorombol azért, mert szeret téged, és ezt így fejezi ki. És egyébként ez egy nagyon érdekes dolog, hogy nem minden macska fejezi ám ki így a szeretetét, mert ezt tényleg ki kell érdemelni, mert ez a dorombolás, ez egy annyira specifikus dolog náluk, hogy bizony nagyon érdekes jeleket adnak bizonyos helyzetekben, és én imádom egyébként ezt a dorombolásokat, de nem mindig alkalmazzák, azt kell, hogy mondjam.
Hát, hogyha már itt a hanghatásokról esik szó, akkor hogy állnak a te cicusaid a klasszikus zenével, a dalirodalommal, a repertoárral, amiket hallgatsz, amiket gyakorolsz, jönnek ugye a tanítványok, és nem igen. tudom, hogy lakásra, vagy pedig az iskolába, de hogy igen. nagyon sok zenét hallgatnak a te cicáid. Hogy vannak velük? Hát ez is nagyon érdekes, mert ugye ez a cicáknál is változó, mint ahogy az én két cicámnál is, tehát nekem két fajta cicám van, úgymond a Ciluka az egy ilyen keverék házi cica, a Dolly pedig egy fajta tiszta Maine Coon, ugye egy ilyen hosszú szőrű amerikai cica, és egész más a stílusuk. Most ez lehet, hogy ilyen viccesen hangzik, pláne annak, aki mondjuk nem tart macskát otthon, de ez tényleg így van, hogy az egyik például teljes, a Cilu teljesen nyugodt, és bármi szólhat, tehát akár a legrokkosabb metal zenétől kezdve a klasszikus, mondjuk egész magasig felmenő opera ária, mondjuk egy éjkirálynő, tehát őt aztán semmi nem zavarja, teljesen nyugodtan el van, míg a másik kifejezetten érzékeny ezekre az extrém magas hangokra, és azt nem bírja. Viszont mind a kettőnek ugyanígy megvannak a kedvencei, tehát én itthon is tanítok, elég sok és nagyon jó és tehetséges magán növendéken van, és mind a kettő egyébként imádja a gyerekeket, és külön kedvenceik vannak. Tehát nem ahhoz mászik oda, az ölébe, vagy sündörög oda az egyik, mint a másik, tehát ezt valahogy így érzik, hogy melyikhez szeretnének oda menni, és ugyanígy ezek a repertoár darabok is, tehát azokat a gyerekeket jobban szeretik, akiknek a darabét jobban bírják. Ez nagyon fura, ez talán lehet, hogy lehetne egy ilyen orvosilag is, vagy hát én nem tudom, valami teszteléssel le lehetne vezetni talán, és engem is komolyan érdekelne, hogy ez miért van, és ez most már tényleg, miután tényleg évek óta visszajáró növendékeim vannak, ez nem cserélődik náluk. Tehát akit megszeretnek, annál maradnak, és a másikhoz például nem mennek oda. Tehát ez nagyon érdekes, hogy olyan egyéniségük van, hogy egészen kivételes. Ez azért nem befolyásol téged az osztályzatokban, ugye? Amikor egy-egy tanítványnak az érdemjegyét meghatározott, hogy a macskák tetszési indexe az mit mutat éppen? Nem, de ez nagyon aranyos kérdés volt. Minden esetre akiket nyilván itthon tanítok, őket nem osztályozom, mert ugye a konzervatóriumban adunk bizonyítványt, meg értékelünk, meg vizsgázunk. Itthon nem, ez egy ugye másik fajta képzés, ugye egy magántanítványokkal foglalkozom, de olyan azért már volt, és ezt, hogyha esetleg hallgatják a növendékeim ezt a műsort, ezt meg is tudják erősíteni, hogy egyszerűen nem mászott mondjuk le egyik másik növendékemről a cica, és úgy tudtunk csak beskálázni, mert akkor tudott megnyugodni, hogyha így felvette magához. Na most ez lehet, hogy megint furcsának tűnik valakinek, ugye akihez nincs hozzászokva, természetesen most ne gondolja senki azt, hogy itt egy ilyen őrültek háza van, és jönnek itt a növendékeim, és itt egy ilyen macska invázió van, szóval azért megnyugtatok mindenkit, itt nagyon-nagyon komoly és minőségi munka folyik, de macska felügyelettel, tehát a nagyon szigorú macska felügyelettel, és minden esetre egy nagyon jó szellemben és egy nagyon szeretetteljes légkörben. Én nem tudnám őszintén elképzelni, hogy nekem nincs a környezetemben élőlény, mármint négy lábú, vagy legalábbis állat. Ez hozzátartozik a kiskoromtól kezdve, tehát nekem az a furcsa komolyan, hogyha elmegyünk nyaralni, és nincsenek ott. Tehát végig van egy hiányérzetem, és nagyon hiányoznak. Természetesen nagyon jól érzem magamat, és eltelik ez a pár nap, de már alig várom, hogy jöjjek haza, és lehessen őket így gyönöszölni. Hát egyébként, ahogy nézegetem itt a Facebook képeidet, én lennék macska Csernáéknál, mert ez tulajdonképpen egy ilyen panziót rendeztél be nekik, az erkély, a rengeteg növényeddel, a nyugágyakon alszanak, tehát te folyamatosan igen. dokumentálod, hogy éppen milyen kényelmi faktorban van Ciluka, illetve Dolly. Időnként ők eltűnősek, mert azért vigyázni kell arra, hogy hát bizony zsonglőrök és akrobaták, nem tudom, te a panelben hanyadik emeleten laksz? Igen, hát sajnos ezzel kapcsolatban nagyon-nagyon rossz történetem van, de happy end-del végződött. A legmagasabb emeleten vagyok, a 11-en, ami igazság szerint csodálatos, mert először is előttünk csak a park van, és egy ilyen örök panoráma,
legfőképpen egyébként este, éjszaka, amikor így kigyúlnak a fények, hát egészen fantasztikus. És nincs tériszonyod akkor ezek szerint? Hát nekem van tériszonyom, ez nagyon érdekes, hogy van, de valahogy itthon ez így leledukálódik egy olyan alapszintre, hogy tehát én nem félek, ha kimegyek, de meg kell, hogy mondjam, hogy a kint való tartózkodásom az gyakorlatilag annyiban kimerül, hogy leszedem az elhervadt virágokat, locsolok, kapirgálok, stb., mert a kint hosszabb időt tartózkodásomat sajnos a macskák megzavarják, ugyanis két nyugágy van kint, ahogy említetted, és mind a kettőben ők szoktak lenni. Tehát én nagyon kevésszer tudok tényleg úgy kiülni, mert ők ezt így teljesen birtokolják. Nekik ez olyan, mint egy kert, aki tudja, hogy nálunk milyen az erkély, tehát ez nem úgy kell elképzelni, hogy van három virágláda muskátlival és jó napot, tehát ez egy arborétum, ami nálunk, és hát ők ezt imádják, különben van nekik macskafő, azt szokták legelni, néha Cilu rámegy azért mondjuk a rózsákra, meg ilyesmi, akkor nagyon elbeszélgettek vele, hogy ezt talán nem kéne csinálni. Nagyon szófogadóak is, tehát hogy ez is egy ilyen nagyon rossz tévhit, hogy buták a cicák, meg hogy ilyen helyhez kötött, meg nem is a gazdájukhoz húznak, meg ilyen érdek állatok. Hát igen, mondjuk a kutyatartás után az nagy kontraszt, és nagyon sokan egyébként a kutyatartás után, amikor elveszítik a kedvencüket, utána átmennek a macska területére. Egyfelől nem is kell annyi időt eltölteni, nem kell 8 óránként hazarohanni, levinni igen. őket, hanem hogy elvannak akár egy teljes napon át nélkülünk. Igen, de mégsem. Azt kell mondjam, hogy mégsem, mert amikor egy ilyen hosszabb napot töltenek egyedül, azzal együtt, hogy ők, mondom, együtt vannak, és ez nekik nagyon jó, mert társaságuk van, mindig érezzük ezt a hiányt. Tehát amikor egy, nem csak arról van szó, hogy mondjuk egy 2-3 órára elmegyünk, vagy vásárolni, vagy valami, de tényleg egy ilyen hosszabb nap, amikor nem vagyunk itthon, az nagyon érződik rajtuk. Akkor idegesek is, amikor hazajövünk, akkor úgy rohangálnak, nagyon kifejezik az örömüket, akkor repülnek a szőnyegek, úgyhogy szerintem ők is érzik, hogy akkor vannak a legjobban biztonságban és nyugalomban, hogyha az emberek körülöttük vannak, vagyis mi, mert ezt ők így meg is szokták, nekik ez a nyugalmuk, tehát nyilván azért nem tudunk mindig élni, mert nem tudok fölfogadni egy babysittert. Na de visszatérve a veszélyes igen. manőverhez, hogy volt-e ilyen igen. szituáció, amikor igen. nagyon kellett aggódni, vagy repül szegény macska is? Na, olyan nem volt soha, hál' Istennek, és ők ezt nagyon tudják, hogy magasan vannak. Tehát azt kell mondjam, hogy én megmutattam mind a kettőnek, amikor ide költöztem, mert azért ennyire magasan nem laktunk, és a Dóli, amikor hozzánk került, ugye mind a kettő mentett cica, ezt még azért nem mondtam az elén, pedig kérdezted, de erre visszatérek, hogy mind a kettő mentett cica, gyakorlatilag az utcáról szedtem őket föl pici korukba, a Cilut Taksonyból, a Dunapartról gyakorlatilag, és a Dolikát meg itt a környéken egy ilyen bokor alól. Nagyon picike volt. Tehát tulajdonképpen én megmutattam nekik, hogy milyen magasan vannak, soha nem ugranak föl, és tudom, hogy most egy-ketten felszíszenhetnek esetleg otthon, hogy jaj, hogy a macska kiszámíthatatlan, azért ezt is megcáfolnám, de mindig felügyelet alatt vannak. Tehát amikor kint vannak az erkélyen, akkor is felügyelet alatt vannak, és inkább amikor kint vannak, akkor alúszkálnak, bár a Dolly nagyon szeret szöcskét vadászni. Viszont vele kapcsolatos pont ez a picit rossz történet, hogy valahogy nem tudom ezt, hogy történt, így kisurant az ajtón, és nem vettük észre, és 7 órán keresztül nem volt meg. Tehát ez egy pár óra múlva feltűnt, hogy nincs sehol a macska, hívtuk, nem jön, na most csak mind a ketten jönnek nevükre, tehát hívószóra, és nem jött, és hát akkor már nagyon kétségbe estünk, hogy úristen, mi történt, és hát az első gondolat természetesen, amit te is kérdeztél, hogy ez a kiugrott, stb. És néztük le, hogy akkor biztos fölugrott és kiugrott az ablakon, vagy a erkélyről, vagy nem tudom. Háromszor is lementünk, tehát a 7 óra alatt háromszor mentünk le az utcára, sehol nem volt. Tehát én tetemet nem találtam, tehát akkor valahol mégiscsak él, de nincs a lakásban. Akkor hol van? Akkor biztos valaki megfogta, valahogy kijutott a házból. Tehát
Tehát így mentek ezek a teóriák, a végül az volt, hogy ilyen 1:30, és akkor azt mondtam, hogy nem érdekel, most lemegyünk negyedszerre zseblámpával, és meg lesz ez az állat. És képzeld el, hogy egy házzal arrébb az egyik kocsi alatt volt, teljesen megrémülve, esett is az eső, úgyhogy ez egy mai napig egy rejtély, hogy egyáltalán hogy került ki a házból, ugyanis nem tudom, hogy 11 emeletet lerohant-e a lépcsőn, ez valahogy nekem olyan elképzelhetetlen, és aztán hogy jutott ki két ajtón? Tehát valaki kiengedte, nem is akarom tudni erről az egészről, minden esetre jól végződött, de azt a 7 órát igazából nem kívánom senkinek, de meglett az állat. Minden esetre ők akkor lélekgyógyítók, gyógyító hatása van. Egyfelől annak a terápiának is, amit te nyújtasz zenékkel, ének, szóval, de hát ők is visszagyógyítanak, hogyha esetleg rossz igen, kedve van az embernek. A hangulatváltozásokat nagyon jól leveszik, nagyon jól megérzik. Igen, és megérzik azokat a területeket a testrészeimen például, ami fáj. Tehát nekem most például november óta elég sokat fáj a kezem, van egy ilyen kéz problémám sajnos, és nagyon sokat ráfekszenek, nagyon nyugtató hatással is van, meg ez a meleg, amit árasztanak magukból, az például az én bőrömmel nagyon pozitív kölcsönhatásban van, de ugyanígy, ha valami lázas betegség, vagy akármilyen vírus, ők mindig odafekszenek, odajönnek, tényleg megérzik, hogy valami más. És akkor őnekik itt feladatuk van, az a feladatuk, hogy gyógyítsanak. És ez nagyon, nagyon érzékelhető komolyan. Hát akkor életfogytig tartó nagy szerelmet Cilukával, Dollival, és hát ünnepeljük ezt a holnapi napot, de azt hiszem, hogy minden nap az ő ünnepük jegyében is tellik. Nagyon szépen köszönöm, Zoli, tényleg, hogy felhívtál, és nagyon örültem ennek a beszélgetésnek. Cserna Ildikó, Liszt Ferenc díjas operaénekesnő, művésztanár volt az ötös vendége. Köszi szépen!